én nagyra becsülöm az önök munkáját, kérem, hogy ezt változatlanul végezzék, hogy a fiatalok utánpótlásába is hallatlan feladataink vannak. Elsőként Süli János köszöntötte Dunaföldváron a Stefánia hajón a regionális szakmai polgárőrnap résztvevőit, majd az országos elnök beszédében elmondta, a veszélyhelyzet alapvetően átrendezte a polgárőrség tevékenységét országos szinten. Az elmúlt 3 hónap alatt jelesre vizsgázott a polgárőrség, főként karitatív tevékenységét illetően. Tevékenységünkben prioritást kapott a karitatív tevékenység, az idős gondozás, a szociális gondozás, valóságos polgárőr szociális hálózatok alakultak ki országszerte. Naponta 20 ezer adag ételt szállítottak ki a rászorulóknak, és emellett természetesen a közterületi szolgálatot sem hanyagolták el. Majd Pintér Sándor miniszterelnök helyettes belügyminiszter köszönő levelében további támogatásáról biztosította a polgárőrséget. A Tolna megyeiek tevékenysége kiemelkedő volt a pandémiás helyzetben. Én azt gondolom, hogy az országban szinte az elsők voltunk abban, amikor minden polgárőrtársunkat védőfelszereléssel elláttuk, hogy nyugodtan tudjunk önkormányzatoknak, katasztrófavédelemnek, rendőrségnek segíteni, így védjük magunkat és védjük azt az embertömeget, akik adott esetben fertőzöttek lehetnek. A 4 dél-dunántúli megye részvételével megtartott ünnepségen kitüntető címeket is átadtak. Miniszteri elismerés köz szolgálatáért ezüst fokozatát kapta Széles János Tolna megyei elnök, bronz fokozatot Szilák Henrietta Tolnaváros elnöke. Az Országos Polgárőr Szövetség érdemkereszt arany fokozatát Horváth Zsolt Dunaföldvár polgármestere vehette át.